Jó reggelt! Jó, regátsz, jösz! Szá szavasztok, sátok, várszok! Hú! Várj! Balázs, mi van a pólódon? Jó só sepán Le kell seppenni, valami rászárt! Én még meg is néztem, Baszki, hogy hogy, hogy működik-e. ez aztán kezdés. Egyébként Pisti, pont ezt akartam mondani az előbb, hogy nyom már be, nézzük már meg a képet, hogy jó helyen ülök-e, mert én most 5 centi alá ültem, hogy, hogy szimmetrikusabbak legyünk, de... É, igen, no, egy kicsit meg. Megnéztem, beültünk ide, ezelőtt nem tudom hány perccel, én megnéztem, hogy ez az egész dolog megy -e, tökéletesen működött, most már nem megy. Nem. nem. Majd lassan fog. Kihúz, bedug, oh, ez a E, e, nem már! Valaki írja, hogy nem megy a kép. Tényleg? Ne, ó, ha ezt tudtuk volna. Tud jó, tudjuk, tudjuk. Próbálkozunk. Na, itt mm. Szóval, ez van. Ez továbbra is. Várjál csak, hogy autentikus legyen. Itt folytatjuk a műsort. Igen, ó, jó, hogy letörölted, ebben az, igen, valami volt rajta egyébként. Oh, na, mindig, ez, 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 ez most már működik. Köszönjük a segítséget. Igen. Egyébként úgy ment volna le az egész ö, műsor, hogy nincsen kép, hogyha nem szóltak. úgyhogy ö, ja, ez így működik. Néha, mondom, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Néha, néha így kap egy képet a, a, a cucc, vagy nem, Ugye nem kap képet. Így... Kivételesen egy... elkezdtük full időbe az egészet, mm. és lásd, a rendszer nem engedi. Nem. Igen. Nem, nem, Na nem, most, nincsen rendesen kezdés. Ha mi hozzáállásunkkal állunk neki, igen, akkor volt egy kis szarakodás a streamben, hogyha az általános hozzáállással állunk neki, két perccel kevesebb meló van. <laughs> Úgyhogy ez van. Ez van. Öm, látom egyébként azt, hogy, hogy, hogy hogyan alakulnak a, 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 a dolgok ezzel kapcsolatban, így visszajelzés szinten, pont a keddi podcast felvétel után öm, Pontoltam fel a lelkemet uh -huh. uh, ilyen 30 darabra, és majd, hogy nem különböző helyekre, mint Voldemort. Um, nem tudom. Uh, haladok. Haladok ebben az egész visszajelzés környezetben, de uh, viszonylag sokan szokták szóvá tenni. Amikor rövidebb. Igen. Igen. Amikor... Valahogy az meg elég ritkán van amikor, amikor meg hosszabb. hosszabb. Igen, igen. De, de szóvá szokott lenni az is. Ami, amikor rendkívül hosszú, akkor az mindenféleképpen. Örülünk ad, hogy még van. És so így van, szerintem akkor így el leszünk. Így, 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 így el leszünk. Igen. igen. Láttam, hogy sokan küzdködnek egyébként, most már jani is. Most nyilván van, aki tudja, van, aki nem. Tudjuk, hogy a, a másik csatornán. Ö, amuranték Merencéznek, nem tudunk olyat csinálni, nyugodtan menjetek fogdosni magadat, hogyha az a lényeg, menjetek oda, Ö, amúgy jó a műsor. Ö, ez van ne, ne legyél kiközösítő, Pisti, ha valaki itt akarja fogdosni magát, akkor... Arra nem tudom, tehát az nem Akkor csinálja egy. nyugodtan most. Ez van. Azért, tudom. hogy fogdosni akarja magát, nem menjen áll a moranszhoz. Igen. Szóltam, Na. szóltam, szóltam, szóltam és az olyan csendben van, hogy az valami elképesztő. De szerencsére a kezei az asztal fölött van, úgy... Igen. Úgyhogy úgy, hogy... úgy hogy igen, ott megy. Ott menjetek nyugodtan, igen. Felnőtt stár partit szerveztek, és azt hiszem a, a, a peak view, tehát a, a top view ma reggel, ami náluk ugye nem reggel, ilyen 8000 körül uh -huh. volt a twitch -en. Tehát az, hogy Amorant vetésforgóban egyszerre 8 uh, pornósztárral, akiket mindenki ismer, ül egy merencében, akik cserélgetik egymást, mert ennél sokkal többen vannak, ezt 8000 ember nézi a twitch elbukott a világ. Így van. Tehát én úgy ültem, hogy így süppettem bele a székbe így, hogy nem is azt néztem, ami a képernyőn van, hanem hogy hogy, tehát így hogy ilyen, ilyen event nincsen! <laughs> ilyen event nincsen, bazd meg És nyolc és ezeren nézik, és így, tehát komolyan mondom, tehát kezdett pirulni a, a, a halántékom, tehát ez a, a szégyen szégyene. Az a baj, pici, azért nézik csak nyolc őket, mert csak beszélgetnek. Mielőtt még valaki befelmerül, ugye mondta, hogy vetésforróba cserélgetik egymást, nem ilyen emberi százlábút kell elképzelni, és úgy cserélgetik egymást, hanem csak uh -huh. állnak a medencébe, és néznek a kamera felé, és beszélgetnek. Igen. Na mindegy. Szóval ez... És hát tudjuk, hogy ezek a hölgyek nem feltétlenül csak ennyit szoktak csinálni a kamera előtt, lehet, hogy emiatt nem annyira népszerű. Igen. Vagy nézett. Igen, igen. Na mindegy. Pff, csak gondoltam, megemlítem, mert most ez így ez így parag, egyértelmű és, és világossá vált nekem is, és mondom mostanában, gyűjtettem ezzel kapcsolatban információkat, majd meglátjátok, hogy egy másik fajta kink van jelen uh -huh. most már az embereknél, és egyszerűen ezek a, ezek a, a, a régi stílust képviselő durbele sztárok, uh -huh. vagy hogy mondjam, már nem izgalmasak annyira, mint, mint annak idején voltak, és most uh -huh. már inkább ezt a ezt az ilyen Ilyen, nem is tudom, ilyen sejtelmes, néha-néha villantós, Aha. de egészen más dolog a trendi mostanában már. Kéreti magát, nem pedig a könnyűeket? Nagyon érdekes hát, egyébként, hogy, hogy így ez zajlik, de ez van. Én mondom, majd, majd azok megmagyarázzák, akik megtudják. Jut eszembe egyébként, pont felhívták a figyelmemet a srácok, csak hogy említsük meg mi is, Mostanában a bulvár nagyot megy. Nem tudom, hogy hallottatok-e, most nem a pornó miatt feltétlenül. Már azt hittem, hogy merencét akarunk rendelni, igen. Rendeltünk merencét. De most volt ez a, hát nem tudom, balhé, vagy mi az Isten, itt kiakadtak az emberek, és mi is úgy fel kellett világosítsuk magunkat, illetve Jani világosított fel minket uh -huh. a szabályváltozásokról, hogy most volt ez a balhé, hogy az Instagramon Mihály Kenikő posztolt egy képet, Uh, ugye, amin uh, mesztelen, félmesztelen, bocsánat, Igen. inkább így mondanám, és így kiverte a biztosítékot, hát ugye több okból is az embereknél, uh, de ugye a, a mi szempontunkból az volt a nagyon-nagyon érdekes, meg vicces, hogy hát hogy nem csapja le az Instagram. Igen. Tehát, hogy, mert hogy elvileg úgy volt, hogy nem lehet, és ugye van egy ilyen uh, uh, AI, ami folyamatosan ezt nézi, Igen. és néha olyat is kivág, ami nem az, um, és nem értettük, mm -hmm. hogy, hogy miért nincs uh, kitiltva, és... Um, most hogy és én nem is tudtam erről, hogy elvileg január 20-a óta már nem tilos ez. Szóval már lehet filmesztelenkedni az Instagramon, úgyhogy csak, csak, a többi dolgot nem lehet mutatni. Igen, lazítottak a szemem. Meg feltételezem, hogy még mindig ilyen művészi képeknél engedik, nem pedig a... Igen, de azt hogy... De, de, azt, de azt, hogy, ne, hogy ne, nehéz, igen. Azt, hogy, arra, hogy tanítod rá, hogy művészi vagy, kép, vagy nem? Le, lehet, nem. hogy csak beflegeli, hogy mert volt találtam, és akkor majd manuálisan ellenőrzik, nem tudom. Így van, így van. Szóval a, a, a hölgyeknek is lehet most már félmeztelenkedni az Instagramon január 20-a óta. Igen. Nagyon durva. Igen. Ö... Richmond meglátása jó, hogy ennyire szarban van az Insta. Ennyire lazítottak, látják, hogy ennyire teret hódított mondjuk az OnlyFans, és hogy igenis bele kellene férjen egy kicsit lazább szabályzat. Most nevezhetjük ezt így is, hogy hogy, hogy szarban van az Instagram, de most érdekes uh, uh, ez a felvetés a részedről, uh -huh. mert hogy, hogy ez által úgy hangzik, mintha tudod, ez egy ilyen bűnös dolog lenne, amit most Aha. azért csinálnak, hogy, hogy, hogy felhasználókat gyűjtsenek. Őszintén szóval uh, ilyen tehát ilyen akt uh, képek, uh -huh. azok sose voltak annyira tabuk szerintem, mint a uh -huh. Mint, a, mint, az ilyen pornózás, vagy, vagy egyéb dolog. Szóval... Öm... nem voltak annyira tabuk, de hát ugye az Insta az határozottan elzárkozott. Én most úgy iratkozok az ingen, insta hogy amúgy lehet. én soha életemben nem voltam nagy Insta fan, úgyhogy uh -huh. én mindig ilyen a harmadrangú felhasználója voltam. De, de szerintem a TikTok népszerűsége az annyira látszódik mindenen, nem csak mm -hmm. ugye a Youtube-on, hanem akár az Instagramon is, mert ugye az Insta is elment arra, hogy csak részvideókat videókat a már, igen. Hogy, hogy szerintem próbálkoznak ők is valahogy vissza varázsolni magukhoz a felhasználókat. Mm -hmm. Nem tudom. Az az biztos, hogy a, hogy, hogy, hogy ugye sok platformon azért írtják az ilyesmit, mert nagyon sok a fiatal felhasználó. De most azon gondolkodom, hogy én képviseljem az ördög ügyvédét, hogy az ilyen jellegű aktképek, uh -huh. nem tudom, lehet, hogy nekem ködösek az emlékeim, de régen azért ilyen magazinokban is előfordultak, tudod, meg mit tudom én, tehát, hogy tudod, így a, öm, hogy az ilyen aktképek, vagy nem tudom, az úgy hívják, nem? Igen, igen. Azok, azok úgy nem voltak soha annyira tabuk, annak idején sem. Tehát biztos nem, vagyok nem, nem benne, hogy annak, azok. Hogy annak idején uh, félmeztelen nőt, mi korunkba Először biztos, hogy nem pornómagazinba láttál tese, hanem valami, uh, mit tudom én, tudod, ilyen valami divatmagazinba, vagy igen, nem tudom, vagy valamibe, vagy így megláttál, egy aktképet valaki De hát ott úgymond teljesen más. A <laughs> Teljesen más testtartásba is voltak, mint mondjuk, uh, igen. Mint mondjuk a Playboy-ba. Jó, Nyilván, persze, nyilván a Playboy sem egy pornómagazin. Uh -huh. uh, de akkor is egy, ha azt mondom, egy művészi aktképet képzeljetek el a szemetek elé, akkor valószínűleg nem egy olyan modell testartás képzeltek el, mint mondjuk a Playboy vagy a pornóba szokott szóval Igen, itt mondják pont, hogy régen a Blickben minden nap volt pucércsaj. Az újságon, ami kibott téve. Igen. Csak a hátoldalon, ugye? Bár az, ha jól emlékszem, akkor inkább ilyen Playboy stílusú. Az az volt, volt, igen, 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 igen. Hát meg ott voltak, tudod, a naptárlányok, meg a, meg a mindent, szóval, szóval ez volt az a szint. Hát meg a kedvenc a kártyán. Igen, igen, hogy, de mondjuk, igen, mondjuk ott is voltak durvábbak, de az a lényeg, hogy, 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 hogy volt egy volt egy szint, amíg még egy aktképnek minősült, meg volt egy szint, ami már nem. Én nem emlékszem pontosan, hogy hogy volt, de azt hiszem, hogy talán a, a Playboy, e, 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 tehát eredetileg úgy volt, most javítsatok ki a téverek, eredetileg a Playboy az úgy volt, hogy a Playboy magazinban ilyen uh -huh. aktképek voltak, igen. És akkor utána jött talán a hustler, és akkor azt bontott először így formát igen. azzal, hogy telébe mutatott mindent, és utána már ott, a Playboy is csinálta. Ott, ott a tárogatás is volt. Igen, rá, meg minden. igen, így van. Most mondom még egyszer, ennek az akt beszélünk és az Instagramról. Tehát most nem igen. arról dumálunk, hogy most mennyire jó volt az, hogy mennyire nem. De az a lényeg, hogy. Öm, hogy ez így működött. Kati, és nekünk lájonak hol van a legitimizált a, aktkép a srácokról? A Azt meg szerintem, tehát most próbálok egy, 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 egy hullámhozra jönni ezzel a dologgal, Kati, és jó is, hogy felvetetted, hogy a férfiakról szerintem meg mindig is voltak aktképek. Félmeztelenek, igen. Na jó, és de, de, vele kicsit. Szerinted az, hogy egy, az, készül egy olyan kép, amit te mondjuk egy aktnak neveznél? Uh -huh. Igen, az a baj, hogy a férfiakról nehezebb úgy aktképet csinálni, hogy nem utas premier plánba mindent, Igen. és mégis művészi legyen, mert ugye hölgyeknél megoldották ezzel, hogy tényleg, hogy zárt lábakkal újfordítja, yeah. hogy, hogy az intim zónát teljesen semennyire se látjuk, nem az, hogy teljesen nem semennyire se lehet látni. E de a férfiakról most hogy csinálsz? Úgy, hogy hátrafordul, és akkor csak a fenekét fényképezed? Nem, úgy készültek a férfiakról ilyen akt jellemző. Kézzel hogy látok, amíg ilyenek, persze. Tehát, mi, az, mi az, ami ami tudod, így, 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 így túlmegy a határon, hmm. és ami már nem akt, stb. Öm, szerintem öm, öm, nem kell egyből kukest mutatni ahhoz, hogy egy, a, hogy egy férfiról akt kép készüljön. Nem, nem. Csak ez, az szerintem a férfiaknak a, a fizikai megjelenése hmm. határozottan korlátozza a lehetséges Pozíciók mennyiségét. Igen, értem, hogy mit mondasz, ebbe igazad van. De a, tehát most próbálom így, hogy hol vannak a legitimizált aktok a férfiakról. Hát eleve, ugye, sajnos, vagy nem sajnos, tehát nem minden férfiről tud aktkép készülni. De, hát... Ahogy nem minden nőről sem tud aktkép készülni. Tehát nem, ne, nem tudom, hogy De, neveznéd a akt, aktnak azt, hogy bözsén énémet, félpucér a most ne, Nem minden ügyékre lenne fizetőképes kereslet. Igen, így van. Na most mi eleve akt az, tehát az, az hogy érted, lacikáig ássák az árkot. Uh -huh. ágod, ö, mit tudom én, ö, ö, félpucéran az út mellett, az igen. kevésbé akt. Így van, így van. De, Pedig a kőműves dekoltás ez az mindig nyerő. Igen, de, 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 működtek ezek a dolgok egyébként, és, és, és tud, tudok készülni férfiaktól is, férfiakról is olyan, olyan kép, ami működött aktként. Uh -huh. Mert tudod, azok ilyen nüanszokon múlnak. Tehát most az, hogy mit tudom én, egy focista, tudod, felpucéran a meccsen készült kép, az kevésbé nevezed aknak. De mit Igen. tudom, hogy színészekről azért készültek olyan jellegű képek, annak idején is, tudod, mit tudom én, képek, vagy tudod, olyan, hogy így már így a mutogatja, Igen. meg minden. Azt hiszem, pont stallone van egy olyan kép, ami be is lett tiltva mert konkrétan úgy van megcsinálva, a Pusztító című filmnek volt a promója, képzeld az a kép, hogy, hogy tényleg csak a kolbász nem látszik, tehát úgy Igen, van árnyékban, van Igen. nagyon durva, és azok működtek, és szerintem az mindig is, az mindig is ment, az ilyen jellegű kép. És ugye hát volt a lányoknak is újság. Hát eh, volt, csak szerintem közel sem annyira sikeres, vagy közel sem annyira népszerű, mint mondjuk a Playboy. Mert most a Playboy-t megállítasz az ember. Az utcán a playboy mindenki tudja, hogy ez micsoda, mm -hmm. és hogy a, ha playgirl mondjuk, mm -hmm. akkor arról azért szerintem kevesen tudják, hogy van. Nem tudom, egyáltalán létezik-e, mert látod, én sem tudom, hogy van-e ilyen újság. Va, playgirl. Van Playgirl? Van. Most kérdeztem, hogy megerősítés kérdezett. volt. is, abban Igen. is voltak voltak amúgy teljesen Aha. korrekt dolgok. Nem tudom. Szóval érdekes mondom, hogy hogyan képviseljük ezt a dolgot: hogy belefér -e az Instagramon az ilyesmi, vagy nem. Mert abban igazadban, van, hogy nyilván, nyilván, nyilván az lenne a a frankó, hogyha mondjuk ilyen akcenten mint művészi uh -huh. kép beleférne, de most csak úgy érted, nem ezt elengedjél már az Instagramon. Igen, csak igen. ugye most hogy tudsz el egy botot ráállítani, hogy ismerje igen, fel, mi igen. az, ami művész, és mi az, ami nem. É, nagyon buta kérdésem lesz. Uh -huh. Férfiaknak eddig engedett volt a BingBing -bing mutatás az Instagram? Igen. Igen, igen. Ja. Szerintem igen. Ennyire vagyok tapasztalt Instagram, úgyhogy bocsánat. Szerintem igen. Ugye? Biztos, hogy engedett volt. Uh -huh. Igen. Um, vannak erről igen dokumentumfigyelmet és egyéb műsorok, amik ezzel foglalkoznak. Minden Mindenesetre érdekes, hogy, 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 hogy tudod, nem tudom, annak idején most visszaemlékszem rá, tudod, hogy milyenek voltak a Tini magazinok és egyéb dolgok. És um, a lányoknak azért ott volt, tudod, az, hogy uh, egy csomó ilyen uh, akkor így poppének elstölt, Boys, faszom tudja, vagy színészekről készült kép, oké, okay, hogy nem voltak, tudod, mesztelenek, de uh -huh. mit tudom én, így látod a képet róla, tudod, a kigombolt inkben, érted, meg minden, és akkor azok működtek. É. És Pisti, pont ezért lehet, hogy most is el, a reneszánszát írja, hogy mondtad, hogy most már nem a full-telibb elmutatás, uh -huh. hanem a sejtelmes uh -huh. képek, mert hát ugye azoknak is az volt a lényeg, hogy megláttad, és nem kaptad meg, amit akartál, uh -huh. hanem csak a gondolatodat, a fantáziádat indítottál. Igen, 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 igen. igen. Egyébként hogy pont a Backstreet Boys mondott, ha már búvárkodunk, akkor reggel olvastam, hogy az egyik Backstreet Boys tag, nem olvastam el a cikket, csak a címsort, hogy nem tudom melyiknek a válságba került a házassága. És így a világ. <laughs> És akkor ugye az a cím az még az volt, hogy hát akkor úgy tűnik, hogy eddig tartott az Long As You Love Me uh -huh. sláger. Igen. Na mindegy, nagyon érdekes ez a téma, legalábbis nekem, mert a határokat egyébként nagyon nehéz körberajzolni. Hogy Igen, hogy Igen, most honnantól, Igen. meddig, stb. Azt nem tudom, hogy mi halik ennél képén, miért takadtak ki az emberek. Nem, Ö, nem. Pontosan, de nem, nem hiszem, hogy, 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 hogy amiatt, hogy az Instagramon miért nem ez a szabály van. Ö, de szerintem, mondom, nekem az a véleményem, hogy uh -huh. az ilyen jellegű aktképeknek el kellene férnie ott. Csak az, csak, csak, az, van, hogy, hogy magával vonza a többit, mert nem tudod, tehát ezt nem tudod minden egyes ilyen képet uh -huh. manuálisan előrizni. Igen. Igen. É, megmondom őszintén, hogy ezt ugye nekünk most közvetlen a há előtt mondta Jani, uh -huh. úgyhogy nem néztük meg a képet. Én, most, én megnéztem. Ja, én, már most, én most néztem. Én most, egy el, Full egy művészi képnek mondanám. Alapvetően so, igen. Nyilván, mert hogy ha minden igaz, mégiscsak modell. Igen. nem, hogy nem -e baj, az ezzel jobban, hogy egyre jobban tárgyasítjuk az embert? Hát figyelj, szerintem ez nem egy olyan dolog, amivel most egyre jobban tárgyasítjuk az embert. Tehát szerintem egy nagyon-nagyon régóta egyre kevésbé tárgyasítják é, ezt az Ezt akartam emberek. én is mondani, hogy szerintem az elmúlt száz évben ez a folyamat ez teljes mértékben egy, ellen, egy, ellentétes egyült, igen. irányú. Tehát igen, most, mert, most, most, most legfeljebb visszábegyünk egy kicsit, de... A, a, a nők tárgyasításáról szerintem odákat lehetne zengeni 10-20-30-50 70-150 évvel ezelőttig visszamenőleg. Igen. És most, most már sokkal lájtosabb a helyzet. Uh -huh. Hogy hol húzzuk meg a határt egy művészi képnél? Na hát ez az, amit ilyen, ilyen full képlékeny fogalmam nincs. Én azt mondanám, hogy, hogy egy képen érzed azt, hogy, 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 hogy mi az a művészi, mert nem mikor ránézel, de ez minden embernél más. Igen. Igen. Igen, ezért nehéz megfogni az egészet, hogy oh, mi, 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 mi mettől meddig művészi. Igen. Uh... Az a probléma, hogy mindenkinek problémája van mindennel? Amúgy, de ezzel amúgy nem mondasz hülyeséget. Ez a legnagyobb probléma ma a mai világban, hogy mindenkinek gondja van valamivel. Tehát, hogy így, vagy, vagy legalábbis, hogy el lehet olvasni ezt a dolgot. Nekem az a gondom, hogy az a gond, hogy van valakinek gondja. Eddig is volt mindenkinek gondja, Igen. az a baj, hogy miért kell mindig mindenkinek a gondját megoldani most. El Igen. kell, el kell tudni fogadni. A mai egy, mondja... Egyébként, bocsánat, zarusz megfogalom ezt a tökéletesen, hogy ha mettől, meddig van a művészi kép. Ha van egy a fekete-fehér filter, akkor az már művészi. Igen, meg árnyék, ez nagyon fontos. Fontos. Ez így, erre, erre akartam rátérni egyébként, amit Franki ír itt, és ezzel, ezzel kapcsolatban a lányok véleményére is abszolút kíváncsi vagyok, uh -huh. de ezzel totál egyetértek, hogy a mai világban már saját magukat tárgyasítják, például a lányok is. Tehát ez egy olyan dolog, hogy régen az volt a baj a nők tárgyasításával, mit tudom én, modellek, uh -huh. pornószínésznők, akár utcalányok, tök mindegy, miről beszélünk, hogy melyik fokozatáról ennek a dolognak. Mi, tehát folyamatosan ugye az volt a, a, az etikai része, hogy ugye ők ö, úgymond fejet hajtanak néha szó szerint ö, ö, valami előtt, és ugye vagy menedzserük van, vagy stúdiónak dolgoznak, vagy striciük van, vagy stb. Igen. És hogy az a lényeg, hogy kihasználják őket. Uh -huh. ö, és őnek és gyakorlatilag fel kell áldozniuk magukat, hogyha ezt a szakmát akarják üzni. Legyen bármelyikről szó. Igen. És így lettek ők tárgyasítva, hogy mint eszköz. Ők csak egy kellék. Igen, egy kellék voltak, egy nagyobb valamiben részt vettek, mint fogaskerék, és mikortól belekerültek, nagyon sok esetben nem is volt ö, szabad döntésük ö, Igen. dolgokban. És Igen. ez egyébként egy borzasztó rossz dolog volt. Ugye ez nagyon sokat változott, ahogy múlt az idő. Uh -huh. És most ugye OnlyFans végre saját magukat menedzselik. Igen. És ők, ők határozzák meg, hogy Instagramra milyen tartalmat ö, töltenek fel, milyen videót készítenek. Tudom, hogy itt is vannak egyébként ö, különbség, de alapvetően ö, a self-management jött divatba, uh -huh. és most már saját maguknak csinálják a dolgokat, és ők önszántukból is tárgyasítják magukat más feltételek között. Nekem ezzel amúgy nincs bajom. É, igen, ezt akartam én is mondani, hogy nyilván van, aki ön magát tárgyasítja el, uh -huh. és van, aki meg teljesen harcol ezért. Uh -huh. ez, ez úgymond szerintem normális, mert van, aki így látja a világot, van, aki úgy látja a világot, valaki ilyen környezetből jött, valaki környezetből. jött. E, amíg nem kell beskatujázni e, az egész csoportot, uh -huh. addig szerintem működik az, vagy elfogadható az, hogyha valaki tárgyasítja magát. És ahogy te is mondtad, hogy self-management, hogy ő profitál belőle, de Igen. pedig valaki másnak Igen. E, termeli meg a, 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 a rengeteg. <kül> Úgyhogy Szerintem igen, van, van, a kérdés az eredeti kérdésre viszont igen, van olyan lány, aki alapvetően tárgyasítja magát, de hát most ez igen. nem mindenki hord uh, vance cipőt lányok körül, között, van aki a tűsarkúra esküszik, és van aki csak azért, hogy a férfiaknak tetszen, meg van aki meg csak azért, mert abba érzi jó magát. Ez most lehet az árujában a tűsarkúra és érted meg a vance is. Én uh -huh. um, igen. Nem, egyetértek veletek amúgy ö, bizonyos szinten, hogy, ö, hogy, hogy, hogy hogyan működnek a dolgok, ö, mert hát nem tudom, é, tudom, mondom, említettem azt is, hogy itt hogy, hogy, hogy az onlyfans is van olyan probléma, ugye, hogy, 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 hogy futtatnak lányokat, stb., főleg ugye mm. a szegényebb rétegekből, meg egyéb ilyen dolog, de most pont nem erről beszélünk, Sajnos mindig, be, mindig jelen lesz, Igen. Uh, hanem arról, hogy megkapták a lehetőséget. Azok, akik eddig dolgoztak uh, bizonyos uh, keretek között, azok most már saját maguknak uh, csinálják a dolgokat. Úgyhogy ez. Uh, um, tehát az egész ipar, az egész uh -huh. ipar, tehát most az erotika vagy szexipar nevezzük bár, hogy uh, már nagyon régóta úgymond sántít a közvény, közvélemény elő, előtt, és ugye kiderült -e, nagyon sok-nagyon rossz dolog, uh -huh. és tulajdonképpen az OnlyFans hozta létre egyébként azt a kilépőt igen. a legtöbb embernek, hogy ebből a, ebből a, ebből a, toxikus dologból kikerüljenek. Igen, igen, pontosan, igen. pontosan. Megint csak még egy gondolat erejéig a, a tárgyasítással kapcsolatban, hogy ellentétes a folyamat, uh -huh. nem tudom már ki leszte, de hogy nem, nem, egyre jobban, hanem szerintünk egyre kevésbé, amiről beszéltetek a múltkor a bootbébek, buszbébek, hogy eltűntek. A buszbébek, igen, hogy eltűntek. a. É na, ha valami, akkor az tárgyasítás a, a, volt. A, az egy az ebbe csak tárgyasítás volt. Igen. Igen, hogy kimész egy autósóra, és a, egy, egy, is egy, 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 mit tudom én, egy bikinis lány azért áll az autó mellett, hogy oda menj és megnézd. A lányt. Aztán a, a kocsit Aztán ki. a kocsit is. Tehát ő, a, ő gyakorlatilag, tudod, a, a igen. villagó lámpa. A figyelem A, a gyere igen, igen. igen. Az így balzasztó tárgyasítás És volt. hát ugye nem egy át mellette, hanem igen. sok, nagyon sok. De alapvetően, tehát alapvetően, mindig, azért hoztam fel ezt a példát, mert alapvetően mindig arról volt szó, hogy az ilyen jellegű témákban, mint például egy booth babe, vagy akár egy reklámarc, hmm. minden esetben úgymond tárgyasítva van az ember, tehát mit tudom én, amikor ö, ö, megkérik Brad Pittet, hogy reklámozza az új órát, ott is erről van szó, hogy ugye azért kell Brad pitt legyen, mert különben melles a szarod, most csak mondtam valamit félre. Érted? Ö, tehát az is egy tárgyasítás, csak mindig az volt a, a koncepció, a, a, a régi világban, ahol nem egyenlően gondolkodtunk, hogy a férfi önmagától teszi, uh -huh. érted? A nőnek meg esetleg valaki megengedi. Holott szerintem régen sem így volt. Uh -huh. Tehát szerintem, szerintem nem, nem, nem tudom megérteni, mintől mint torzul ennyire a világ, de én nem tudom elképzelni, hogy annak idején, az meg, mit tudom én... Cindy Crawford nem saját maga döntötte el, az meg, hogy miben szerepel, vagy hogy uh -huh. hogy van. Uh -huh. er de, de akkor is megvoltak ugyanúgy azok a független ö ö nők is, ahogy a férfiak, és nem tudom, hogy miért volt másképpen kategorizálva ez a dolog, így a gondolkodás mód miatt. Tehát így, nem tudom, hogy akkor ültek otthon emberek, és azt gondolták, hogy igen, Brett Pittet megkérdeztük, hogy leszették, hogy azt mondja, ja, lesznek, bazd meg, szétvetett az inget, és bepózoltatták a Mikor Szindik Ráfordot megkérdezték a Pepsi reklámra, akkor meg éppen mosogatott, tudod, és akkor a férje fel, így, szólt a konyhából, hogy a ah, az van, hogy hát így kéne pénz, hogy nem mennél el a Pepsihez, és hát megengeded. Tehát, hogy... Szerintem pont így <laughs> é, érdeműen, tehát szerintem ez akkor se így működött. Teh tehát egyszerűen voltak olyan emberek, hogy olyan státuszban voltak. Üm, nyilvánvalóan ez az egész modellvilág ez egy másik ö, pöcegödör uh -huh. amúgy, és ott is megvannak ezek a, ezek a problémák. Csak azt mondom, hogy szerintem ma több a lehetőség arra, hogy önmagadat menedzseled, és nem kell mondjuk te legyél a, a, a szakmádnak a, mit tudom, a top hármában ahhoz, hogy meg tud ezt csinálni. Igen. És ez a pozitív része egyébként a, 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 a dolognak szerintem, hogy mióta internet van, különböző műfajokkal, műfajokon belül ugye lassan oldódtak fel a határok, de például a YouTube is egy jó példa erre, ugye a YouTube-on is lehetsz úgymond valaki, elérhetsz dolgokat, uh -huh. önmenedzselve, nem pedig végigjárva a szamárlétrát, Igen. és lehetsz valaki, aki mondjuk egész komolyan embertömeget mozgat meg, Anél, tehát anélkül, hogy te legyél az a közszolgálati televízióba a, a, a százban az egyetlen egy, aki elmehetett műsort vezetni, miután tíz évig szívott a mikrofon cipelés után. Tehát erre, erre adott lehetőséget. Na most biztos vagyok benne, hogy mit tudom én, most maradjunk a szindikrál uh -huh. példánál, annak idején is rettentő sok modell, meg, meg, meg lány, meg hasonló akart volna olyan független szinten létezni, mint ő mondjuk. Uh -huh. Tudom, hogy ő is volt. Ö, de nekik nem adódott meg a lehetőség. De ahogy kinyílt az internet, uh -huh. most már megvan mindenkinek ez. Hogy lehetsz te Instagram modell? E, igen, igen, stb. igen. Bár ugyanúgy a hierarchia, az még most is megvan, uh -huh. és még mindig ugye a hierarchia tetején lévő top. Stárok uh -huh. tudnak válogatni még mindig a legzsírosabb ajánlatok közül. De, de most de... már sokkal több embernek van lehetőség eljutni odáig. Igen, meg az, hogy tudod, nem csak tehát nem csak a top létezik, tehát nem az van, hogy neked egy csiliárdas modellnek kell lennie ahhoz, hogy lásson a világ. Igen. Hanem hogy te mondjuk egy elfogadható szinten tudsz létezni belőle, működik. Igen. Igen. Tehát, hogy több szintje van már ennek, és ez azért nagyon király, mert tényleg úgymond önmagukat tudják menedzselni, és itt csomó olyan lehetőségük van, ami, hogyha esetleg rosszul sül el, vagy valamilyen, mm. valamilyen, valamilyen probléma adódik a szakma miatt, az valószínűleg ők rontják el. És innentől kezdve ugye a felelősség is náluk van. Szerintem ez jó dolog. Abszolút, abszolút. Tehát de összességében én ezt jónak tartom, hogy a, 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 a DIY YouTube, YouTube csatornától a pornóség mindenki tudja magát menedzselni, és megtalálja a közönségét az interneten, és nem kell az legyen, hogy mit tudom én, neked a Discovery Channel-en kellett műsor. Mm. Vagy, mit tudom én, annak idején te kellett legyél az egymillióból a kettő, akit meghívott Hugh Hefner. De, de, Igen. Hanem, és Igen. Mondom, ez pozitív dolog, a felelősség szintjén is. Mert az biztos, hogy amit itt írtak, hogy ez a nagyon sok visszaélés, és ez a borzasztó sok zaklatás, meg nem érő szaktém, meg minden a menedzserek, producerek, meg egyéb irányból, ezek lassan azért eltűnnek majd hát ezek pont, miatt a dolgok pont, pont, miatt. pont ezek miatt a dolgok miatt fog teljes mértékben eltűnni és megszűnni létezni. Így van, így van. És az mondom, az ilyen És mondom, az hogy, az, hogy valaki elítéli, hogy valaki ezzel foglalkozik, az szerintem továbbra is meg lesz, és mm. én megértem, én biztos, hogy nem fogom. Én biztos, mm. hogy nem fogom elítélni azt, aki megcsinálja magának a bizniszt, most több mint mivel. Most ő ezt szereti, ezért csinálja. Mit hát most én. miért? Miért kéne elítélni bárkit is? bármiért, hogyha, hogyha, úgy nézett, hogy sikeres lett. Uh -huh. Ha ő most a hosszú távfutást választja, hogyha a, az árokásást választja, vagy hogyha a pornózást választja, és sikeres lesz a szakmájában, miért kéne elítélni? Oké, okay, értem, hogy valaki nem ért egyet a pornózás szellemiségével, de hát most attól fogadni, hogy bele lehetne látni azt, hogy igenis kemény munkát, munkát fektetett bele. Igen. Én tehát, tehát, háromszor körbe táncoltam ezt a dolgot, de valójában ö, ezzel értek egyet, ö, amit itt Döglet Hintaló uh -huh. is ö, írt, hogy igen, tehát. Tehát az, hogy most más tárgyasít, a közönség tárgyasít, vagy uh -huh. saját magad tárgyasítod, az teljesen mindegy. Persze. Az Atom, teljesen még egy... tárgyasítva lesz. Igen. És aki, aki úgy akar ránézni arra, amit te csinálsz, hogy uh -huh. tárgyasítod magad, vagy más tárgyasít, az úgyis úgyis azt fogja gondolni. Persze. Szóval ezzel nem fogsz kijönni ebből, ezzel egyetértek, és azzal is egyetértek, hogy. És ami miatt én nem ítélem el, egyszerű munkaként kell gondolni erre, tök mindegy, hogy nőre van szó. Uh -huh. Ezzel foglalkozik, ezt csinálja, kész a tárgyasítás része amúgy tényleg teljesen lényegtelen. Persze, de hát ezt beszéltük az előbb is, hogy eddig is volt, aki vállalja ezt, és volt, aki nem, Igen. és hogy ezért jó, hogy most már saját magának keresi a pénzt. Igen. Igen, ez egyébként emjárt uh, írja, és um, igen, részben ezt, ezt a témát érintjük majd a uh -huh. Timel podcast-ben, ami majd nem sokára ki fog kerülni, majd a hétvége folyamán. Itt ő írja azt, hogy tetoválóként azt látja, hogy kisebb egy-két órás munkákat, vagy akár egy csíkot, ugye, Igen. ha készít egy dekoratív uh -huh. hölgy vendégre, akkor azonnal szétszedik míg mondjuk egy több beüléses, nagyobb volumenű dolog, sokkal ritkábban kapja fel az emberek, az, az, arra sokkal ritkábban kapják fel az emberek a fejüket. Öm, öm, de jogos, jogos, amit írsz. Jogos, amit írsz, hogy én is azt látom, hogy, 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 hogy teljesen mindegy, hogy, hogy miről van szó. Öm, ha, ha, tehát az embereknél feszegeti a határokat mindig az, amikor tudod, egy dekoratívabb hölgyen látnak valami, tök mindegy, egy vagy órát, vagy teljesen mindegy, mit, vagy sem. Öm, én elmondom, hogy szerintem mi ezzel a, vagy, vagy hogy miért van ez. Öm, hogy mi, mi, miért ez a véleményem? Szerintem öm, itt nem az erkölcs be. De nem az az első dolog, ami, ami, ami bejön. Még egyszer mondom, mert valahogy soha nem a filmesztelen marikanénik váltják ki ezt az emberekből. Szerintem az van, hogy az interneten ö, van nagyon sok kontent, amit az emberek fogyasztanak, és itt is kialakult tőled egy ilyen általános dolog. Uh -huh. Az, hogy tőled, Megvan az, hogy én mit csinálok az interneten. Most nem uh -huh. azt mondom, hogy a Twitch streamet néz mindenki, nem így van. Hanem tudod, reggel felmegyek a nine megnézem a Facebookomat, van egy YouTube csatorna, hogyha feltölt új videót, megnézem, stb. Kiket látsz itt? Uh -huh. Ezeken a helyeken, amennyiben nem feltétlenül, ugye, Bulvárt követsz, mert az ugye eleve botrány, uh -huh. és azért követed, olyan embereket látsz, akik kicsit ilyen komfortérzésű emberek. Ugye? Uh -huh. tehát, tehát olyanokat látsz, mint te, vagy én, stb. Tehát átlag embereket, akikkel, tehát és önnön magadat igazolva, öm, olyan embereket kezdesz el követni, akikkel tudsz azonosulni. Igen. Uh -huh. És általában, nem azt mondom, hogy mindig, de általában része az is ennek, hogy átlagemberekről van szó. Uh -huh. Mert könnyebb azonosulna tudod egy átlagemberrel. Tehát, mit tudom én, ha megnézel egy videót, mondjuk, mit tudom én, megnézel ö, akármilyen témában egy videót, akkor mondjuk, maradjunk a régi példáknál, hogy nem egy Brad Pittet nézel uh -huh. általában egy ilyen videóban, hanem átlagembereket. Könnyebb azonosulni azokkal. Na most abban a pillanatban, ahogy egy adott témakör, ö, tök mindegy, hogy most egy promó, vagy bármi ilyesmi van, te meglátsz egy a, a komfort közegedbe betolakodó valamit. Igen. Amivel azért nem tudsz azonosulni, mert nem a tesz vérát, hanem távolabbál tőle tudod, egy rendkívül jó megjelenésű fiatalember csinálja, vagy egy, vagy egy nagyon dekoratív hölgy, akkor rögtön ez az azonosulás dolog nincs meg, hanem kialakul egy távolság közted és a tartalomgyártó között, uh -huh. és rögtön jön a pillangókés, hogy Ribanc. Uh -huh. magamutogató, uh -huh. gyúrós, biztos semmi agya nincsen, de és ez már folyik a csapboltod egyből, hogy meglátsz valakit egy fényképen, és csak azért, mert mondjuk egy edzett felsőtestű férfi, vagy egy dekoratív hogy kurva, Igen. mocskos telepgyár, pumpet gabógenyó, minden, és azonnal jön a szar. Azért, mert az agyadban egyből ott van az, hogy hogy nem tudsz azonosulni. Uh -huh. Érted? Távolságban veled. Hát most gondolj vele, hogy hát most, mit tudom én, megnéznél mondjuk egy hagyományos YouTube kontentet, most nem azt mondom, hogy gaming videóról van szó, nem menjünk el odaig, hogy megnézni egy hagyományos YouTube kontentet arról, hogy valaki megmutatja, hogy hogy kell újraindítani a routert. Na most, hogyha azt mondjuk egy ilyen filmesztelen Beachbody gyerek csinálná, vágod, aki egy parfüm reklámból jött elő, akkor azt mondanád, hogy ha ez a gyerek miért csinál úteres videókat? De miért kérdezel ilyet? Azért, mert nem tudsz azonosulni vele, nem érted, hogy mi a faszom történik, mert úgy érzed, hogy ő már eleve tudod, Igen, Magasabb szinten van. magasabb szinten létezik, pedig nem igaz. Ented? Na és ez a baj ezzel, hogy ugye a távolság létrejön, és nem tudnak azonosulni. Félig igazat adok neked, mert hogy vannak ilyen emberek, akik így járnak be, de a, a ö, monológod elején nekem elindítottál el gondolatot az, hogy amúgy mennyire tökő egyébként a közösségi média, mert ugye mindenki olyan embereket követ, meg ismerősei vannak, aki a saját komfortzónáján belül mozog. Hát meg hogyha igen, Fog... viszont a, mennyire jó a közösségi média, ugye látod azokat, akiket te követsz, viszont ők nem biztos, hogy ugyanannyira kicsi a komfortzónjának, lehet, hogy neki soka tágabb, igen. és ezáltal lehet, hogy te is megismerkedsz olyan, amivel alapvetően biztos, hogy nem ismerkednél meg. Én most a saját példámat mondom, ugye van közös ismerősünk, akinek nagy fültágítós valója volt. Igen. ami nekem világéletemben nem tetszett, de megismertem ezt a srácot, és hát rájöttem, hogy amúgy ő is egy normális ember, és hogy amúgy nekem még mindig nem tetszik, de, de, de igen, életeim. az előítéleteimet így feloldotta, de. És ez most ugye negatívról a pozitívra, vagy negatívról a semlegesre módosult. Mi van akkor, hogyha amúgy meg egy semleges dolog változik meg pozitív irányba, mm -hmm. és azáltal, hogy te követsz valakit közösségi médiába, ismerősedet, akiknek sokkal nagyobb a, 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 a tere, ezáltal a te teredet is tudja tő, tágítani, és hogy ez Az amúgy megint egy pozitív. Meg a, szemlélet. Meg a füledet is nyilván. Abszolút pozitív szemlélet, egyébként szerintem is. És, és tényleg ez egy pozitív része a dolognak, mert azt, hogy most az előtéleteket megszüntessük, az nyilván nem lehet. Persze. De a tárgyasítás volt a kiinduló része ennek, uh -huh. hogy ugye azért tárgyasítják az emberek, vagy azért érzik úgy, hogy tárgyasítják az emberek magukat, érted? Mert hogyha feltesz egy fényképet magáról valaki az Instagramra, Igen? egy hölgy mondjuk, arról, hogy főz. Készül a le egy kép, uh -huh. hogy főz otthon. És igen. ő megosztja, hogy mit én csinálom a töklevest. Igen, 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 És mondjuk kivágott a felsője. Leheted? Igen. Akkor azonnal arra gondolsz, mikor ezt meglátod, és te tárgyasítasz, nem ő, uh -huh. hogy már megint a csöcsét mutogatja. És tuti, miért kell egy főzős kép? Most sorolom a mondatokat, igen, amit, igen, már, igen, igen, amit, már, igen. amit már olvastatok. Uh -huh. Miért kell ilyen felsőbe főzni? Csöcsöd nélkül nem tudtál volna kavargatni, bla bla bla. És meg se fordul az emberek fejébe, hogy amúgy lehet, hogy ő tényleg csak főz. Igen. Azért, mert azonnal tárgyasítasz, rögtön. Mert kialakul egy távolság, hogy elképzeled magad, hogy te kavarod a töklevest, és nem úgy nézel ki. Csak ez és, nem... és, és, pont ez a baj a világgal, hogy alapvetően az ember nem vehet fel bármit, amiben ő jól érzi magát, mert bele kell gondolni abba, hogy oké, most tartalmat fogok készíteni, és mit fognak hozzászólni az emberek. Mi van, hogyha te most nem a fekete pólóba jöttél volna, hanem az asszonyverő trikótba érzed jól magad, azt nem veheted fel. Látod, mi volt abból is. Igen. És ez itt van igaza amúgy Döglött Hintalónak, amit írt, hogy nem őt tárgyasítják feltétlenül, és nem magát tárgyasítja, nem, hanem nem a, az befogadó, az, az a befogadó, a azonnal arra gondol. Igen. És ez így működik. Pedig én nem azt mondom, hogy nincs olyan helyzet, amikor ez van. Tehát félre ne értsetek. Nem arról van szó, hogy, hogy, hogy nincs olyan, amikor er tényleg arról szól, hogy csöcsmutogatásról. Mert mert, 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 ez van. De, uh -huh. de van, amikor nem erről van szó, de már nem tudsz mit csinálni vele, mert azonnal tárgyasítasz. Igen. Ez van. Gergely 85 írja, hogy mondjuk azért létezik ám etikett. E igen, ebben valamennyire igaza van. Hát hogy... igaza van. Jó, de most érted nem azt de... mondtam, hogy ilyen szadi bőrcsatos tudszba kell főzni, mert ott azért már érzed, nyilván, hogy valami van. Nyilván ott azért már elég erős terelés van. De csak hogy maradjunk tényleg a példádnál, egy e, bőkeblekkel ellátott hölgynek mekkora, mennyire feszes, mm. mennyire mélyen dekoltált felsőt vehet fel egy főzőműsorban, amikor tényleg csak a főzést akarja mutatni, az, hogy az etiketbe Vegyen fel egy full, izé három nagyobb garbót, mint... E, nem tudom már, hogy hívják azt az énekes csajt. Billy... El is? El is, igen. igen. Na, no. Az egyébként egy remek csak, példa. Csak jó eljutott el, szemben. De, 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 de most őszintén, ott van a, a Billy Ellis példa. Igen? Mekkora szerelem, meg imádás, meg minden volt, amik nagy pulcsiban banyomta, Egyszer kitette a karnákat, nem real műszar vagy egy te is, egy magamutogató kurva, meg minden. Hát hát Mennyit kapott? Ne, öreg most, de most mit csináljon vele? Hát csatolja körbe, hát bassz. Igen. És látod, azonnal az emberek megőrültek. Erről volt szó akkor a happy Hour-ben. Megőrültek, hogy azért, mert az az azonosulás, ami megvolt vele, Igen. ami miatt komfortnak érezték ö, őt, a, a, azok a lányok, akik nagyon rajongtak érte, azért, mert tudod, ő nem ez a maga magamutogató volt, hanem olyan hasonló volt, Igen. mint ők. abban a pillanatban, hogy kitette, úristen... De és pont ez a, ez a baj a világa. Mert, mert létrejön mert, mert, mert ez a mert ugye Gergely is írja válaszolva, hogy mi férfiak mindig máshogy látjuk a lányokat, meg más nézünk, mint amit kéne. Igen. Jó, nyilván ez, ez tény, hogy a férfiak megnézik a hölgyeket, tök mindegy, hogy hol van felöltözve. Igen. Nem ezzel van a baj, hanem azzal van baj, hogy ha valaki két centíven mélyebb dekoltált felső van rajta, Igen. akkor már jönnek azok, akik elkezdik köpködni, hogy miért vettél fel egy ekkora csöcs mutogatós felsőt. Pedig Igen. nem erről Te van szó. Ne fernítsétek a témát! És, és ugye nem, nem az a baj, hogy valaki megnézi, vagy nem nézi, hanem az, hogyha valaki elkezdi emiatt teljesen tévesen támadni. Igen, itt a tárgyasításról beszéltünk, hogy, hogy, hogy miért alakul ki automatikusan ez. És nyilván ezért nem úgy felelősek azok is, akik szándékosan csinálják. Tehát amikor meglátod azt, tudod, hogy a, a tudod, a, a naptáron uh -huh. a, 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 nagyon nagy cicis lányok a nagyon feszülős cuccba elkezdenek házat bontani betonkalapáccsal, amit amúgy nem tudnának felemelni, mert ilyen vékonyak szegények Igen. egyébként, mert ugye még a régi divatot követik, a big, small. Igen. Tehát a, a helyes utat. Öm, azokon látod, hogy igen, az egy beállított valami, és most a Istenem, érted? De, öm, de, de, az, hogy, de az, hogy az emberek automatikusan tárgyasítanak a fejükbe, ez igaz. Ez az az, az igaz. a Pisti, most így ezt elmondtad, és eszembe jutott a uh -huh. Satisfaction című dalnak a klipje. Nem, azok, nem, nem. Balás. Az egy dokumentumfilm volt, és Ingen. teljesen félreértelmezték az emberek. Ingen. Érted? És az Ingen. is egy guztustalan dolog. Miért ne? Miért ne dolgozhatnának? Én nem értelek. Nem igen Azért, a nők többnyire teljesen tudatosan öltöznek fel, pontosan tudják, az hogy hol van köszönöm. a dekoltás. Így igaz, hogy tudják, hogy hol van a dekoltás, és igaz, hogy tudatosan öltöznek fel, de uh, ettől függetlenül, uh, 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 hogy mondjam, nagyon sok mindenki úgy van vele, hogy ő úgy érzi jól magát, ő szeret jól kinézni. Most nem tudom, hogy ez miért gond. Mm. Nem tudom én sem. Tehát azért az, hogy néhány fejben az van, hogyha valaki, mit tudom én, egy, 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 tehát, tehát, tehát ha valaki úgy létezik ezen a földön, hogy meglát az utcán, a kocsmában, vagy bárhol egy kicsit dekoltált a felsőben lévő lányt, uh -huh. és azt gondolja, hogy ő azért öltözött fel így, mert azt akarja, hogy 12-en erőszakolják meg ma este, de valójában ő is benne van, ott vannak gondok. Igen. Tehát, Igen. tehát ott, ott komoly gondok vannak. Igen. Hogyha, ha valaki így gondolkodik a lényeg az, hogy még mindig az lenne normális, hogy bárki bármit felvelt, amiben jól érzi magát. Engem. És nem kéne ezért támadni. Nyilván normális keretek között. Csoda, itt van, azt mondja, hogy ha nekem nőként úgy tetszik saját magam, hogy mélyebb dekoltás van rajtam, azért miért érzi magát bárki feljegosít, vagy elítéljen? Jogos. Erről van szó. Jogos. Erről beszélek. Ennyi. Ennyi. Hogy, és akkor mi van? Azért, azért, azért banános pörkölt és ez a mai téma, amit sikerült jól megfogjatok. Mert a tárgyasítás, az még egyszer mondom, nem arról az oldalról jön, hanem a befogadó oldalról érkezik a tárgyasítás. Mert azonnal úgy néz rád, hogy azért csinálod, hogy felhívd magadra a figyelmet, hogy nagyon gyorsan partner találj, blablabla. Bla, bla. Így van, így van. azonnal tárgyasítanak. Érted? És ez, ez egy probléma. Ez egy probléma. A, a, szerintem a világban. Nyilvánvalóan, ugye, a másik oldalról megvan az is, hogy ugye a nők között is van egy pár bolond. Persze. Aki felöltözik így, lefütyüli a építkezési munkás, és akkor neki állnak ordibába vitatkozni, hogy te mit fütyöksz utánam, miért tárgyasítasz. Várj egy kicsit, várj egy kicsit. Tehát értem, értem, a befogadó fél fog tárgyasítani mindig. Igen. Ez van. Uh, Oké, okay, de a férfiak meg miért nem kapják meg ugyanezt a tárgyasítást? Na, és akkor miért csak a nők? És akkor elérkeztünk a dolog lényegéhez. De megkapják? Szerintem megkapják, kíváncsi vagyok a véleményetekre. És nagyon jó, hogy felhasztal ezt a témát, még egyszer köszönöm szépen. Tehát, a, ugye azt mondod, hogy a férfiak nem kapják meg ezt a tárgyasítást, uh -huh. csak a nők, hogyha kihívóan öltözködnek. Hát azért szerintem a férfiak is megkapják, főleg a mai világban már. Tehát figyelj, aki, akinek úgymond van mit mutatnia. Igen és még felveszi a legszűkebb pólóját, Igen. meg a legszűkebb farmerét, amiből már majdnem kilóg, mert csak nyírja a tetejét azért nem, vágott, meg minden, és, így, és úgy szambázik be egy helyre, róla is azt gondolják egyből, hogy ó, kisfiam, baszni jöttél mi, meg, meg azt akarod, hogy mindenki rosszul ingyos. érezze magát, meg a kurványádat, meg így megtámadod egyből a fubopulcsival, hogy fiam, nem akarod felvenni ezt a pulcsit? De de de, 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 megkapják. Megkapják, csak talán nem olyan szinten ö, ítélik el így a közszemlében, a régi berögzött szarságok miatt. De szerintem ők is megkapják. Um, Férfiként nem kell aggódnod a biztonságod miatt. Jogos. Meg szerintem Jogos. a férfiak sokkal, sajnos kevésbé tudnak változatosan és kihívóan öltözködni. Mert most a férfiak tényleg, ahogy mondtad, most felvesznek egy feszülősebb pólót, uh -huh. Igen, és ezen kívül még mi az, ami elfordult a férfiak részéről, mert kevés kigyúrt állatot, már bocsánat a kondizósoktól, de most ugye próbálunk a, az adonizi testre gondolni férfiak mm -hmm. részéről. E, kevés olyan férfit látok mondjuk forró rangára, hogy a férfeneke kilógjon. Ami miatt mondjuk a hölgyeket erősen megszólják. Férfi... Nem mondom, Amúgy olyan is. <laughs> én még nem láttam. Ö, úgyhogy a férfiakat lehet azért tárgyasítják kevésbé, mert ők kevésbé tudnak Kirívóan és kihívóan öltözködni. Én, én mondom, tehát még egyszer, a biztonságot ezt megértem, hogy ugye, a, tehát, hogy ugye nem kerülnek, tehát nem tudnak olyan uh, könnyen bajba kerülni. Értem ezt a dolgot, amit mondasz, uh, uh, és ebben igazat ebben adok. Uh, kicsit visszakanyarodva, a tárgyasítás, mondom, szerintem megvan. Tehát mm. én is láttam, és sosem voltam tárgya ezeknek, nem meglepő módon, de én is, én is tudok olyan példát Vaj, mondani, ne, amikor ne még. Róla? Amikor, amig, hát, nem tudom, amikor én amikor dolgoztam, volt nálunk olyan srác, például uh, a. A, abban a menedzsment részben, ahol én dolgoztam, aki tudod, ilyen hát nem testépítő volt, de szeretett edzeni, mm. tudod, és akkor tudod, általában azért inkbe jelentek meg a, a, azok a beosztású emberek, és a többi, és akkor tudod, a szűkölteny, a meg ing de azért idáig kigombolva, Persze. meg tudod, nagy delta, meg nagy minden, öcsém! Tehát a, a stírölés az, amikor a srácok néznek lányokat, az zavarba tud, tehát, teh teh, teh teh, hogy mondjam, zavarba tudja hozni az embert, ahogy így néznek egy jó nőt a, a férfiak. Igen. Ez egy audiovizuális élmény volt. Tehát gyakorlatilag, és most nem meg se tudjon senki, mint tyúkolva. Vágott? Az volt. Bementem az irodába, az meg, és a, a, bal oldalról onnan tudtam, hogy egész álló nap a gyereket, hogy hallottam. Érted? Igen. Hogy jaj, mert egyszerűen és úgy, a, tehát az ilyen iszonyat nyálcsargatás, tehát azt nem mondjuk, hogy ez nem működik, mert de, mert de, ugyanúgy, mint a stíl és ugyanúgy, mint a tárgyásítás azon az oldalon is, ott, érek, ott értek egyet az előző hozzászólással, hogy az tényszerű, hogy most attól, hogy mondjuk elmész este, és főként kihívóan öltözködsz, nyilván, ha egy nőként teszed ezt meg, az így veszélyesebb dolog. Persze. A, azzal teljesen egyetértek. Csak mondom, Igen. tegyük ezt tisztába egyébként, mert ez ugyanúgy működött. csak, csak mikor ezt mondom, akkor megy ez a, ó, persze már, mert az, hogy a, a, a srácok uh -huh. hogy tudnak stírolni egy csajt, az, mondom, az, az iszonyat. Tehát nagyon alpáriba le tud menni az Igen, a dolog. Igen. De mondom, ugyanez amúgy létezik a másik oldalon is. Csak az, csak az, az, csak az, az nem, az, az elfogadott, az nem lep, hogy mondjam, az, tehát az, az nem bunkó. Uh -huh. Pedig tud egyébként fura lenni. Tud, tud, tud. Meg szerintem megint csak a, a, a teljes képet kell látni. Szóval, ha egy ilyen kirívóan öltözködő urat látsz egy, egy teljesen visszafogott hölgy mellett, akkor Igen. ugye meglátod a párt, akkor ebből a férfit fogod tárgyasítani. Ör. Igen. Itt azt csak olvastam, hogy futni írja, hogy hát, hogyha férfiként haspolóba, rózsaszín cicanaciba kivész szerintem úgy megvernek. De nem erről beszéltünk. Ne legyél már ilyen. Igen, az a... se fedétlen biztonságos, ebben igaza van. Igen. Na mindegy. Szóval, szóval ez, tehát ez, egy, ez, egy, ez, egy, ez egy fura dolog, hogy tudod, ez a közvélemény, meg hol van a határ, meg, meg hogy alakulnak ki a dolgok. Szerintem ez egy, ez egy örök, ez egy örök olyan dolog marad, hogy, hogy a, a, ez, ez a közérzés, ez így néha lazul, néha szigorúbb, ahogy uh, megyünk előre igen, az időben, igen, igen. de mindig az emberek lesznek az a, a, a első körben azok, akik, akik eldöntik ezt a dolgot, nem pedig a, a véleményvezérek feltétlenül, vagy valami nagy vállalat, vagy ilyesmi. Mert nincs ilyen, hogy, hogy van egy megmondó szervezet, és akkor ő meghúzza a határt, hogy na, Igen. ez van. Hanem ezt mindig így az erkölcs része, vagy nem mm. is tudom, hogy mi az, ami meghatározza. De mondom, én, én, én nem ítélem el azt, aki ebbe dolgozik, és ezt csinálja, nem ítélem el azt, aki aki szándékosan használja mondjuk a testét arra, hogy fejlődj valamire a figyelmet, vagy egyéb dolgok, mert igazából erre való. Csak ugye a régen a tárgya volt más, hogy miért csinálták ezt, mint a pávatól, tudjátok. Uh -huh. Ez van összemosni szándékosan, nekem ott van a bajom. Nekem ott van a bajom. Uh -huh. Amikor amikor tudod, amikor, amikor, és ugyanígy ugye ez a Twitch streamekre is igaz, és itt kanyarodunk vissza ugye a mi témánkhoz, hogy engem borzasztóan zavar az, hogy a, hogy a streamer lányok ki kell tegyék magukat egy olyan közönségnek is, akiknek nem akarják kitenni magukat, uh -huh. csak azért, mert lányként streamelnek. Azért, mert Ugye jó páram vannak ezen a platformon, akik azért kezdtek el annak idején lolozni, meg counter -like meg kodozni, uh -huh. hogy áttereljék egy másik platformra az itt lévő embereket. Igen. Ez már nekem egy kicsit úgy feszegeti a dolgokat, azért, mert ebben már van egy olyan szándékosság, hogy ezzel bezavarsz egy másik körbe. Igen. Ugyanúgy, hogy az Instagramon is élve megesznek egy anyukát, aki egy picit másképpen van felöltözve egy fényképen, Azért, mert tele van az Instagram olyan lányokkal, akik uh -huh. szándékosan uh -huh. csinálják ezt, hogy jaj, képzeld, én így nézek ki, amikor otthon porszívózok. Nyilván. És így tákeredjem el, faszomba, jó van, Igen. tetszik az a kibaszott porszívó, megveszem, csak hagyd abba. Igen. Ez, ez a problémám é, nekem ezzel. És amúgy é, igazad van ebbe csak az a baj, hogy Azokat a lányokat meg nem nagyon tudom hibáztatni, akik ezekről tehetnek, Még itt most a Twitch-nél maradva, a hát nem tudom látani, mert, 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 hogy ők már ugye nyilván a, a skála nagyon széle, ami ide igen. elfér, marhára nem ideje illik, mert nem ide lenne való, mert hát nyilván nem gaming platform. Oké, okay, just chatting -elnek, de na. De, 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 de ő, ott... ők, ha megnézed a Twitch-nek az, az összképét, ők kilógnak, ők nem ide valók. Nyilván a pornó oldalra se valók, mert oda meg még kevés, és hogy őket szerencsétleneket, meg idézőjelesen szerencsétleneket, ezért nem tudom bántani, hogy Azok nekik nincsen, a Lászunyi, nem nincsen, nincsen, nincsen platformjuk. Nem, én most a, a saját magukat tárgyasító e, Igen, személyekre tudom. gondolok, Igen. akik ugye ide mások, oda meg még kevés. Akkor szerencsétlen hol, hol csinálja. igazad van, igazad van, de nem ez van a de, bajom. de, de, de az a baj, hogy őket emiatt nem tudom bántani, ugyanakkor meg, a, meg azért tudom bántani, hogy valahova jönnek, és hozzánk jönnek, mondjuk a Twitchhez jönnek, és a többi Twitch-en streamerő hölgynek, csak hogy maradjunk a hölgyek példájánál, akik meg nem csöcs streameket akarnak mutatni, az ő nézőiket teljesen megkavarja. Igen, tudom. Mert beszivárodnak oda is azok, hogy hol az OnlyFans-ed, mutassál már többet, blablabla. Bla, bla. és is ügy... van, de mondom, ez, ez, tehát akiket felhoztál példaképpen, én nem róluk beszéltem. Náluk tudom, mindig tudom, egyértelmű tudom, volt, tudom. és a, az, hogy ugye azért vannak itt, mert amit mondtál, hogy ide van sok, majd oda kevés. De, bol, de főleg ők régebben voltak egyébként, tehát most konkrétan azokról beszélek, akik nyomták, hogy ők Persze. nem ők game streamerek, nem azok voltak. Igen. Tehát nem azok voltak, tehát ők, ők szándékosan zavarták hát össze. Ő, ők szándékosan megzavarták és és félrevezették az egészet. Igen, nyilván. igen, 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 igen. De őket teljes mértékben el lehet ítélni, mert ők, igen. ők szándékosan csináltak. Csak én a gondolatodat vittem volna tovább, hogy mi van azokkal, akik meg nem megtévesztést akarnak csinálni. Nem Igen. nem zsákból máscál. Tehát akinél egyértelmű, én azt én se ítélem el meg, sőt, Tehát csinálják nyugodtan, én, én én nekem ezzel nincsen bajom, csak ugye mondom nekem, én azért haragszom, amikor tudod szándékosan úgy uh -huh. mond, így a felhúzod a báránybört, Igen. és jössz itt árulni, hogy te egy gémár vagy, és miért és nem persze. hagynak békén meg minden, de közben tudod, ö, ö, ugyanúgy csinálod ugyanazt, amit például a murantfék csinálnak. Uh -huh és akkor tudod, az egésznek annyi a lényege, hogy egy másik piacon is mutogatod magad, csak ez ugye összezavarja azt az adott platformot. Igen. Ez az álszentség, ez gecigás szerintem, és nem tudom, miért csinálják. Jó, hát azért csinálják, mert bejön. Mert működik. Sajnos működik. Azért sem mert Igen. működik. Ez van. Biztos, hogy emlékeztek rá, mert szerintem tudjátok is, hogy kikről van szó, ők amúgy szerintem már nincsenek is mert náluk kezdődött először ez a bontogatás. És összezavarták az embereket, de mondom, az emberek automatikusan tárgyasítanak, ez a rákfenéje annak, hogy lányként streamer legyél, mert ezzel fogják kezdeni. Igen. Hol az only fenszed? Uh, Instagramon fenn van rólad egy kép, az meg nyáron, hogy a legjobb, vagy, ma csak kurvája, meg stb. 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 Érted? Csak azért, mert feljöttél, és te streamelni akarsz, vagy megtetszett ez a dolog. Ez gáz, ez kurva gáz. Uh, a következő egy évben majd igyekszünk ö, több, több lányjal is csinálni Time podcast Podcastet, hogy ezeket a témákat lazítsuk egy kicsit feljebb, beszélgessünk, nézzétek meg, lássátok át, hogy miről van szó, meg hogy nekik mi a véleményük erről, mert ö, mert szerintem, szerintem erre szükség van. Ö, itt volt még valami, amit itt olvastam, nem azt tudom, mikor lesz OnlyFans-em, igen. Hidrabosz, ö, tehát az olyan lányoknál, akik, akik azt mondják, hogy oké, okay, én OnlyFans-ezni fogok uh -huh. mostantól, uh -huh és ott lehet követni engem, ha ilyenre vagytok kíváncsiak, szerintem az teljesen korrekt. Nekem ez a semmi bajom nincsen. Igen. Igen. És hogy, amit mondtál, hogy egy, megpróbálunk egyre több Twitch streamer lányjal beszélgetni majd. Ugye most kedden is volt egy beszélgetésünk, Igen. aminek nagyon egy, vagy egy jelentős részét képezte az a téma is, amiről mi most itt beszélünk. É, lehet, úgy, a, lehet az is hatása volt így a mai háhára, ha minden igaz, akkor Jani hétvégére Igen. Megra, de de meg meg tudni mert, nézni. Mert amúgy jól, De meg de, mert de, jól, tehát de arra rá tudta vinni a dolgot, mert hát igazából a, egy, de, egy, egy egy ilyen streamből indultunk ki, igen. Amit, és akkor így körbejártuk ezt a témát. Um, igen, Dana is volt már, nálunk, ő is mesélt, ugye, elég meredek dolgokat igen. Igen. egyébként igen, uh, igen, arról, a... hogy mik vannak. Az Zoltáros, az, az elképesztő. Igen. De látod, Csalovics, hogy, hogy, hogy ez, tehát ez, hogy, hogy egyszerűen ö, ennyi a tárgyasítás az agyban. Ennyi. Így működik. Mm. Nem ismered, fogalmad sincsen róla ki ő, lehet, hogy igazad van, de nem ismered. Nem tudod, hogy mi van, nem tudod, hogy mik a céljai, mégis abban a pillanatban ezt gondolod. Rögtön. Ennyit tudsz mondani, és ez van. Nincs ezzel gond, csak ez a téma, ez a téma, ez, ez, ez egyszerűen ö, azért hatásos, mert mindegy, hogy mi a szándék, mindegy, hogy mi a szándék, a, a nézői oldal az azonnal reagál. Rögtön igen. kapcsol, igen. előítélet, stb. Szeretnétek dani tárgyasítani? Én is, de nem hagyja. A munkaszerződésében nincs benne. Pedig már vettem itt meg minden, nem jön be. Én úgy gondolom, hogy van az a pénzmennyiség, amiért meg lehetne fizetni Doninak az extra szolgáltatásokat. Uh -huh. Csak hát. Jani vagyok, BT még egyenlőre nem engedheti meg ezeket. Magán. Igen. Sajnos. Igen. A Cassandra-nak van, ez egy másik téma, ami túl mély, az, hogy most belekezdjünk, de igen, ahogy a, a, a cosplay. Tehát biztos, hogy tudjátok, hogy uh, van a cosplay. Igen. Na most, a cosplay, én, én ismerek cosplayereket, meg beszéltem sok cosplayerrel, az egy mánia. Igen. A cosplay -egy mánia, és egy, és egy bizonyos szinten szerintem művészet is, vagy lehet, hogy teljesen az, de az, hogy a cosplay egy mánia. Megvannak a szabályai, meg vagy hogy kell csinálni, az emberek megőrülnek, iszonyat sokat foglalkoznak ö, vele, stb. Tehát egy rengeteg munka van benne, meg ilyenek. Kimész egy kibaszott gamer rendezvényre, meglátsz egy cosplay lányt, és egyből az van, hogy áll a Rudi, meg meg akarod fogdosni, mert azt hiszed, hogy ő azért van ott, mint a búzbévek. Pontosan. Nem! Nem! Igen. Nem kell taperolni Igen. őket. Ők nem azért öltöznek fel úgy, mert mutogatni akarják a seggüket, meg azt akarják, ha letaperold. Nem! Nem bizony. Bár emiatt ugye lehetne uh, a, a, a rajzfilm rajzolókat, írókat is hibáztatni, a játékfejlesztőket is hibáztatni, hogy a nőket tárgyasítják bizonyos játékokba, és hát ugye a minél menőbb a pajzsa a hölgyön, annál kisebb a pajzs. A páncél. Igen, igen, igen. Bocsánat, igen. Ott is vannak, persze, nyilván. Összezavarják az embereket. Az a baj. Szerintem, hát nem tudom. Mondjuk nyilván egy tökéletes világ nem létezik, de tény, hogy azok, akik megpróbálják kihasználni az ösztönösségét az embereknek, hogy egyből a Rudira gondolsz, meg minden, azok zavarták össze valószínűleg ezt a dolgot teljesen. De sajnos emiatt hátrányosak vagy hátrányos az a helyzet, hogy valaki normálisan akarja csinálni. Uh... <laughs> Micsoda? Jó, mindegy, mondom, ez egy örök téma marad. Srácok, nem tudom, hogy mennyire van, 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 van értelme tovább folytatni ezt, mert valahogy ez is egy olyan témakör, amiről ö, azért nehéz beszélni, mert ö, vannak emberek, akiknek már ez is tavu. Igen. Igen. Sajnos ez is kívül esik a, a... Ellen, de most ő találkozott ezzel a műsorral, és mi ezt pedzegettük, és hát hogyha növeltük a pontfordzójánát. Nagyon sajnálom, hogy, tehát én, én tényleg sajnálom, hogy, a nők, a lányok ö, egy csomó helyzetben azért nem tudnak érvényesülni, mert mert voltak már jelen az adott szituációkban olyan lányok, akik más célral érkeztek, uh -huh. vagy, 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 vagy már korábban egy tárgyasítás okán ugye bekattant az embereknél az, hogy egyértelműek a szándékaik. Ez egy nagyon rossz dolog. De ez amiatt van főleg, és hogyha azt mondjátok például, hogy a kurvákodás a legrégebbi mesterség, ez amiatt van főleg, mert nagyon sok ösztönös ember van. Nem mindegyik igaz, nagyon sok ösztönös ember van, és ezek az ösztönlények azok, akiknél működik. Uh -huh. Tehát aki azért koszplékedik, hogy mutogassa magát, meg hogy lihegjenek rá, meg megfogdosság, vagy azért öltözik fel este egy olyan buliba, vagy azért kezdett el streamelni, stb. 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 Ugye azok, akiknek szakmából ez, azok nem mondom, azok tudják. Persze. Azok azért csinálják, mert működik. Mert minden társaságban megvan az a tízből a kettő, érted? Aki nem tud nem hangosan ugatni. Igen. Oh, oh, oh. Érted? Mert vannak olyan emberek, akik ösztönlények. Akik ösztönlények, és náluk ez működik ez a dolog. És ugye emiatt jelen lesz mindig ez. Hogy, Sárnyos ugye, hogy ugye ezeknek az embereknek el lehet adni csöccsel bármit, meg rá lehet venni őket csöccsel bármire, rá lehet venni arra, hogy például ugye ezért van az, hogy ugye hát minden milyen férfiról van szó, ugye vannak ezek az aranyásójányok, ők mm. is tudják pontosan, hogy hogy működik, mert egyszerűen működik. De miattuk van az, hogy ugye egy, egy csomó lány belekerül abba a szituba, hogy nem tud úgy kinézni, hogy szeretne, vagy nem tud azt csinálni, amit akar, mert azt gondolják róla. Sajnos igen. Ez van. És itt a kérdés az örök kérdés, hogy hol van az ok és az okozat, hogy azért akarják a férfiak, azért adható el a férfiaknak a szexel nagyon sok minden, mert hogy ösztönlények, vagy azért csinálják a hölgyek ezt, mert hogy eladhatóak. Most nem tudom, hogy mennyire sikerül átadni a kérdésem lényegét. Szerintem a kettő lényegében ugyanaz a múlt. Hogy azért létezik úgymond ez a jelenség, mert a hölgyek ki akarják használni a férfiakat, vagy azért, mert hogy a férfiakat ebből a tekintetből ki lehet használni. is is. Attól, miről van szó. Uh -huh. Ha te goldigör vagy. Ha nyilván. Akkor nyilván, hogyha el kell adni neked egy amúgy nagyon rossz illatú parfümöt, uh -huh. nagyon drágán, és ahhoz az kell, hogy egy olyan lány mutassa, uh -huh. nem nekem fogod eladni azt a parfümöt, de lesz olyan nekem. Lesz tud. olyan neked Van igen. egy közönség, aki, aki, aki és ezzel fogható. És, és pont azért lesz az a lány ott a büdös mellett is, mert hogy tudja, hogy el lehet adni. Igen. És hogy most. Igen. Igen, tyúk, van tyúk vagy a tojás? Engem. Engem. Ez van. Ez van. Én, én azt gondolom, hogy hogy ezért is van meg az, a, hogy léteznek olyan műsorok, a, a, tehát amikor megnézel a tartalmakat, a, mondjuk ne az interneten nézzük, csak hogy mindenkinek legyen világos, mondjuk a televízióban. A tévében a régi, most a régi dolgokról Igen. beszélek, hogy régen hogy működött. Hogy régen is az volt, hogy voltak műsorok, amiket a látvány adott el, voltak olyan műsorok, amiket a tartalom adott el. De az, hogy az embereknek ez az automatizmus a fejébe van, uh -huh. ez a mocskos tárgyasítás, meg hogy hogy állsz hozzá, meg ilyenek, mindig a, az a műsor, ami tartalommal adott el, ö, általában ilyen ö, ö, könnyen, ö, ö, tehát az emberekkel könnyen azonosulni tudó, komfort karakterekkel voltak tele ezek a műsorok, akiket az emberek gyorsan tudtak. Belőni és, és úgymond öm, könnyedén tudták fogadni a tartalmat, amit csináltak, és a tartalomnak kellett nagyon jónak lennie ahhoz, uh -huh. hogy iszonyatosan jól működjön, és az egy teljesen más közönséget ö, húzott be, öm, és ezek tudtak normálisan működni. És erre nagyon sokan építettek egyébként abba az időbe. mindig a, a, a szitkom volt mindig a játszótere ennek. Igen. Nézzétek meg a szitkomokat, a szitkomok a legnépszerűbb televíziós műsorok. Jó, hát van, voltak annál is népszerűbbek, de ugye az átlagot veszünk Nézzétek meg, hogy a szitkomok miből állnak össze, és melyik korszak mit képviselt. Hogy a legnézettebb szitkomok milyen karaktereket használtak, és miért. Igen. azok még mindig nem világos a csetben, mikor beírtok valamit, hogy azt nekünk írjátok, vagy egymásnak. Mm. Igen. Láttam döglött hintaló, szándékosan nem rágáltam még. Mm. Majd ma. É Na, szerintem Pisti behoztuk el a maradást. Visszakanyarodva egy gondolat erejéig zárásként, Diszmének az üzeneteire. Igen. Eh, direkt kimásoltam volna, hogy a mai témát lezáróan meg kell majd kérdezni a hogy ő most szándékosan akar kihívó lenni, vagy nem szándékosan fog kihívó. Ne száj engem akar. Ehhez, a köz ehhez semmi köze nincs a közönségnek. Igen. És működik. És működik, ez a lényeg. Részről részre egyre nehezebb. <síns> Délután naputás podcast lesz Nagyon jó lesz Azt Igen, nem most mondom, Igen, sok gémről Igen. kell beszéljünk Izgi lesz, jó lesz, megint kivesézzük a márciust Egyébként neszáj megpróbálja majd megrantani a testemet egy újabb menedzsment játékkal, én pedig most mobil fogom próbálkozni Minden tekintetben izgalmas lesz Találkozunk kettőkor Kettő Na, Köszönjük Sebastian. szépen, hogy itt voltatok, Sziasztok